Az utolsó mérkőzésedet játszottad a Vasasba, meg egyáltalán a pályafutásod során is. Ha most tudnál erről néhány mondatot mondani? Hát, nem ígérem, hogy nem sírom el magam. Nagyon nehéz. 22 évet kézilabdáztam, ha úgy mindent összevetünk. Nagyon szerettem mindenhol, ugye évekig Dunaújvárosban az otthonomban játszottam. Nagyon szerettem az orosházi éveimet, itt a Vasast is. Nagyon sok mindent tanultam, sok edzőtől és sok csapattárstól. És nyilván köszönöm a szüleimnek, hogy megszültek, és ilyen ember lett belőlem, ami meg ugye a kézilabdának nagyon sok mindenre megtanított. Hát csupa szép emlék van most a fejemben. Az itt eltöltött 3 év alatt nagyon sok barátra tettem szert, illetve olyan emlékekkel gazdagodtam, amiket sosem fogok elfelejteni. Úgyhogy vegyesek az érzéseim, mert nagyon boldog vagyok, de közben meg nagyon szomorú is vagyok, hogy itt kell hagynom a Vasast. De tényleg mindig emlékezni fogok ezekre az időkre, és a jövőben is nagyon sokat fogok a csapatnak a meccseire járni. Nagyon jól éreztem magam ebben a 2 évben. Tudom, hogy a csapat jól befogadott, jól éreztem magam, és nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült a vége, hogy vagy én mondhatom, hogy vége. Én úgy igazoltam annak idején ide, hogy eléggé meg voltam törve lelkileg, és nagyon vissza tudtam magamat építeni ez alatt a 2 év alatt, és mindenkinek hálás vagyok ezért. Mindenkinek hálás vagyok ezért, és